Nem csak a járvány időszakban érdemes felvenni a tüdőgyulladás elleni védőoltást, ezt tanácsolja a Budai Oltóközpont. A kisbabáknak, időseknek és legyengült immunrendszerrel rendelkező krónikus betegek számára akár életmentő is lehet a vakcina felvétele, amit ugyan nem arra találtak ki, hogy megóvjon a Covid okozta szövődménytől, de a ma is halálos tüdőgyulladás leggyakoribb okozójától biztosan megvéd nagyon sok okozó okozhatja, de talán a leggyakoribb, amit a tüdőgyulladást okozza, ez az úgynevezett neumokókusz elleni. Vagy a maga a ugye ez egy poliszaharitokos baktérium, de gyakorlatilag vírusok is okozhatnak, gombák, tehát autoimmun eredetű is lehet, de ugye minket a megelőzés szempontjából mindig az érdekel, amit a leggyakoribb kórokozók okoznak. A pneumokokkusz elleni oltás, bár keveset hallani róla, már 2014 óta kötelezi oltás gyerekkorban, hiszen a kicsiket és az időseket veszélyezteti a leginkább. Akikre nagyon kell vigyáznunk, ők a két év alattiak, de az öt év alattiak is kis kiemelt gondoskodást igényelnek, és gyakorlatilag 50 éves kor felett az immunrendszerünk fiziológiásan öregszik, tehát egy picit ügyetlenebb lesz az ellenanyagok gyártásában, felismerésében. Tehát gyakorlatilag 50 éves kor felett már jó pár éve javasolják az ajánlások, hogy a neumokokusz elleni vakcináció történjen meg. Azokban az állapotokban, Potokban, ha valaki alkoholista, immunsérült, lépeltávolított, valami miatt csökkent működése az immunrendszere, mondjuk egy diabétesz következtében, akkor nekik a kronikus betegség diagnosztizálása után célszerű volna megkapni ezt a védőoltást. A tüdőgyulladás elleni oltás tehát a COVID-járvány idején különösen hasznos lehet. De a budai oltóközpont orvosa arra figyelmeztet, tévúton járunk, ha azt gondoljuk, ezzel a vakcinával kizárhatjuk a COVID okozta tüdőgyulladást. Azt ugyanis maga a vírus vagy más kórokozó is kiválthatja. Viszont így is sokat nyerhetünk az oltással, mert kizárhatunk az életünkből a koronavírus mellett egy másik veszélyes kórokozót is. Kilő két olyan betegséget, amit szezonálisan jó eséllyel elkaphat, akkor is a remek imórendszerrel bír. Azt tapasztalták, hogy egy fél év után, akinek nagyon komoly lefolyású volt a COVID-okozta -ok, tüdőgyulladása, hogy masszív tüdőkárosodása van. És ebben az esetben is most már több helyi ajánlás is javasolja a felvételét ezeknek a betegeknek. Az esetében, hogy a későbbiek folyamán kialakult tüdőgyulladás esetén nagyobb eséllyel harcoljon a szervezetük a kórokozóval. Az államilag nem támogatott oltást általában kétszer, de van, hogy csak egyszer kell beadni. A konjugált oltóanyag az egy ilyen technikai bravúr, a konjugáció az egy ilyen technikát jelent, amivel tulajdonképpen az immunrendszert arra bírjuk, hogy emlékezzen. Tehát gyakorlatilag így ez az oltás egy sokkal nagyobb védettséget nyújt, és mivel az immunrendszer emlékezik, például 50 éves kor felett egy elegendő egy oltás. De ezt a konjugált korszerű oltóanyagot ezt már lehet adni két hónapos kortól is biztonsággal. A a kisbabák kétszer kapják, 2014 óta már kötelezően kapják, a felnőttek ők. Mindig a konyugált oltóanyaggal kezdünk, és akkor azt kiegészítjük a poliszahariddal. A Poliszaharid vakcinát öt évente a rizikócsoportokban ismételni kell, ebben több törzs van, de egy sokkal alacsonyabb immunválaszt tud produkálni.